Gerlai kastély, megoldást keresnek a gerlaiak és az önkormányzat. Egy év rutin, közigazgatási ösztöndíjasok a kormányhivatalban. Gyöngyre fűzve, lezárult a méhnyakrák megelőzési hét. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják, Balázs Anett vagyok. Átadták a Békés megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ energetikai hatékonyságát segítő biomassa kazánját. A biomassa fontos kiaknázatlan energiaforrás Magyarországon. Megfelelő kezelés mellett a szerves anyagokból összeállt faapríték környezetbarát és energiatakarékos módon biztosítja a fűtést. A 285 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően jelentősen csökken majd a Degri utcai gyermekotthon fűtési költsége. A központ neveltjei is megépítették saját otthonokat az ünnepélyes átadón. A Degri utcai gyermekotthon 2014-ben 285 millió forint értékben nyert pályázatot az épület fejlesztésére, energetikai hatékonyságának növelésére. A beruházásnak köszönhetően mostantól biomassa kazán fűti az intézményt. Ezzel egyidejűleg szintén pályázati pénzből sikeresen befejeződtek az épület hőszigetelésének korszerűsítési munkálatai. Az állami fenntartó, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az elmúlt évben közel 10 milliárd forintot fordított arra, hogy az intézmények megújuljanak. Ennek egy része 7,2 milliárd forint volt az energetika, és ezzel kapcsolatos korszerűsítés. Itt most pontosan egy ilyen fejlesztést adtunk át, 285 millió forintért lettek kicserélve az ablakok, történt meg a hőszigetelés, és egy új biomassa kazán is épült. Megáldották az épületet és az üzembe helyezett biomassa kazánt a történelmi egyházak képviselői. Az új fűtőrendszer automatikusan működik. Tartályát két hetente kell majd feltölteni. Használatával jelentősen csökkentető a fosszilis tüzelőanyagfogyasztás, ezáltal a széndioxid kibocsátás, miközben folyamatos meleget biztosít az otthon lakóinak. Ez tulajdonképpen egy faaprítékkal működő rendszer, ami elég automatikus, és hát egy nagyon környezetbarát és energiatakarékos módon biztosítja majd a fűtésünket, ami nagyon fontos, hiszen 7000 négyzetméter a hasznos lakóterünk. A beruházás várhatóan 20%-os megtakarítást fog jelenteni az otthon költségvetésében. Nem született döntés a közgyűlésen a gerlai Wenckheim kastély ügyében. Az épület évek óta rossz állapotban van. A jelenlegi tulajdonosnak 2011-ben azzal a feltétellel adta el Békés Csaba önkormányzata az épületet és udvarát, hogy felújítja azt, ám ez azóta sem történt meg. A legutóbbi közgyűlésen arról határoztak volna, hogy a város visszavásárlási jogát 3 évvel meghosszabbítják. A gerlai Wenckheim kastélyban egykor iskola működött, de nagyjából 20 évvel ezelőtt az oktatás megszűnt. Azóta az épület állapota egyre csak romlik. A gerlaiak most azért küzdenek, hogy felújítsák az egykori kastélyt. A szebb napokat is megélt épületet 2011-ben nyílt árverésen adta el Békés Csaba önkormányzata a Szatisbau építőipari kereskedelmi szolgáltató Kft.-nek azzal a feltétellel, hogy a cég vállalja a felújítást. Egy 750 éves településnek az örökségéről van szó. Az előző és a jelenlegi tulajdonos is több pályázatot nyújtott be, sajnos egyiken sem járt sikerrel. Úgyhogy ha eddig nem tették meg azt, hogy sikeres pályázatot tudtak benyújtani, akkor nem nagyon látjuk az esélyt, hogy ezután is meg fog ez történni. Vagyis a gerlaiak nem bíznak abban, hogy a tulajdonos felújítja a kastélyt, ezért petíciót juttattak el a Békés Csabai önkormányzathoz, melyben arra kérték a képviselőket, hogy ne engedjék ki teljesen a kastélyt a kezeik közül. Február 25-én ugyanis lejár a város visszavásárlási joga a kastélyra. A városatyák a legutóbbi közgyűlésen arról határoztak, hogy ezt újabb 3 évre hosszabbítják meg. Habár a közgyűlésen szó esett a visszavásárlásról, az 13,6 millió forintos költséget jelentene az önkormányzat számára, ezen felül mintegy 500 millió forintot kellene felújításra szánni. Ma az önkormányzatnak erre saját forrása, vagy legalábbis olyan pályázat, amire belátható időn belül tudnánk benyújtani pályázatot a gerlai kastély ügyébe, és akkor említsük itt meg a Pósteleki kastélyt is, mert az is egy nagyon szép építmény lenne, ha
sikerülne helyreállítani. Jelenleg ilyen pályázat nincs. A visszavásárlás lehetőségéről vita alakult ki a képviselők közt. Végül arra jutottak, hogy nem rendelkeznek minden szükséges információval ahhoz, hogy meghozzák a végső döntést. Ezért egyeztetést kezdeményeznek a kastély tulajdonosával, az épület sorsáról pedig várhatóan februárban soron kívüli ülésen határoznak. Sok hőhó semmiért summázta Miklós Attila, képviselő testület legutóbbi ülésének néhány napirendi pontjával kapcsolatban kialakult vitákat. Az MSZP képviselői a közgyűlés utáni tájékoztatójukon a költségvetés első olvasatát és a DAG ZRT beszámolóját emelték ki. Miklós Attila elmondta, hogy az illegális migráció biztonsági kockázatát az MSZP képviselői is látják, de úgy vélik, a kormánynak minden felhatalmazása megvan arra, hogy az itt élők biztonságát garantálni tudja. A költségvetés első olvasatával kapcsolatosan Miklós Attila nehezményezte, hogy ez nem volt elég részletes. Egy olyan első olvasatot kaptunk, ahol nagy vonalakban az derül ki, hogy jelen állapotban 691 millió forintos fedezett szükséglet mutatkozik, hiány mutatkozik a költségvetésben úgy, hogy 2016 évre 300 millió forintos nagyságrendben hitelfelvétel tervez az önkormányzat, és ezen kívül van még ez, a 691 millió forintos hiány. Fülöp Csaba képviselő azokat az elképzeléseket fogalmazta meg, amelyeket látni szeretnének a 2016-os költségvetésben. Mint mondta, minden téren arra kell fókuszálni, hogy Békés Csaba fejlődjön, egyre élhetőbbé, szerethetőbbé, versenyképesebbé váljon. Kiemelt prioritás a vállalkozások és a gazdasági környezetnek a fejlesztése. Én azt gondolom, hogy a békéscsabai vállalkozások is fejlődések előtt állnak, beruházások előtt állnak, ugye több száz fős munkahelyteremtési beruházások fognak megvalósulni. 350 millió forinttal nőttek a helyi adóbevételek, ezek döntően a helyi vállalkozások teljesítményére alapoznak. Én azt gondolom, hogy folytatni kell éppen. Ez is bizonyítja, hogy folytatni kell a helyi vállalkozások és a helyi gazdasági környezetnek a támogatását. Fülöp Csaba utalt arra, hogy tovább kell vinni azokat a programokat, amelyek a gazdaság fejlődését szolgálják. Hozzátette, az önként vállalt feladatokról sem szabad megfeledkezni. Örömmel olvastam a költségvetés első olvasatában, hogy a város növelni szeretné a forrásokat ezen a területen, tehát oktatás, közművelődés, kultúra, sport, rendezvények, ez mind az a terület, amely ugye a város részéről nem kötelezően támogatandó feladat, de Békés Csaba nagyon jól helytállt. A DAG ZRT-vel kapcsolatban a szocialisták megjegyezték, hogy a Volán Társaság részéről senki sem volt jelen a közgyűlésen. Az MSZP úgy véli, hogy a tömegközlekedéssel nehezen megközelíthetők egyes városrészek, például a kórház vagy az iskolacentrum. Hozzátették, bár az üzemanyagok ára tartósan csökkent, az infláció is alacsony volt, ennek hatásai nem érzékelhetők a cég előzetes beszámolójában. Miért beteg a magyar és békésmegyei oktatásügy, és hol marad a tanszabadság? Erre a kérdésre kereste a választ az Együtt pártja és az Ébredj Viharsarok Egyesület Békés Csabai sajtótájékoztatóján. Az Andrássy Gyula gimnázium előtt gyűltek össze az Együtt korszakváltók pártja, valamint az Ébredj Viharsarok Egyesület képviselői. A sajtótájékoztatót rendhagyó módon a gimnázium előtt tartották, ahol elmondták, újjá kell szervezni az oktatási rendszert Magyarországon, amelyet értelmes módon egyeztetve képzelnek el. Magyar oktatás ügye az válságban van. Nagyon jól jelzi ezt, hogy immár 20 ezer tanár, és az országban nagyon sok száz iskola tantestülete egész egyszerűen a lázadás állapotában van. Gyakorlatilag el lehet mondani, hogy egy országos oktatási sztrájk küszöbén vagyunk. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy véleményük szerint csökkenteni kell a tanárok óraterhelését és a túlórák megfizetését is szorgalmazták. Emellett szerintük több szabadság járna a pedagógusoknak. Mi szerintünk a tanszabadság elsősorban a polgárok általános szabadságához is kötődik, ami a mi országunkban úgymond erősen korlátozva van, és itt ez Békés megyébe is érződik. Én ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak az iskoláknak, akik a Herman Otto gimnáziumnak a petíciójához csatlakoztak, bátran kimertek állni mellette, és bátran mernek lázadni ez ellen a megszorító, embertelen rendszer ellen, ami most a pedagógiába és a
egész társadalomban jelen van. A tanszabadság növelése mellett elhangzott. Fontos a fiatalok továbbtanulása, az alapképzések növelése és a hatékony szakképzés is. Az, hogy ez a rendszer nem jó, ezt a pedagógusok mondják. Mi csak támogatni tudjuk őket abban, hogy olyan körülményeket harcoljanak ki maguknak és a gyerekeknek, amiben egy normálisabb oktatási rendszer születik meg. Ők el fogják tudni mondani, hogy mi a problémájuk, le is írták a levélben. Nekünk ennyi a kötelességünk, hogy őket támogassuk és mellettük kiálljunk. Az Ébredj Viharsorok Egyesület február 3-án a Városháza elé tűzi ki a tiszteletfehér szallagjait. Ezzel a kezdeményezéssel a lakosság figyelmét kívánja felhívni arra, hogy az oktatásban nagy problémák vannak, amit szerintük meg kellene oldani. Újabb közigazgatási programot indított a kormány január közepén. Az egyéves ösztöndíj rendszer során a résztvevők az államigazgatás minden területét megismerhetik, és akár megtalálhatják azt a pályát, amelyen elhelyezkedhetnek majd. Knyihár Jánosi már több mint egy hete minden hétköznap ide érkezik a kormányhivatal József Attila utcai épületében található irodába. 2015. júniusában történész szakon végzett a Szegedi Tudományegyetemen. Ő az egyike azon 6 fiatalnak, akik elhelyezkedhettek a Békés megyei kormányhivatalban. A következő egyesztendőben a fogyasztóvédelem rejtelmeiben nyerhet betekintést. A munkakeresés közben ez egy jó lehetőség arra, hogy elhelyezkedjek és egy olyan közegbe kerüljek, amiben van tovább lépési lehetőségem, és gyakorlatilag egy olyan helyre is kerülök, ami érdekel, annak ellen, hogy nem szakmám belül maradok, de egy jövőképet tud mutatni számomra is, és közben hasznos tagja is lehetek egy munkaközösségnek. A program 35 évesnél fiatalabb, felsőfokú végzettségű fiatalok számára nyújt lehetőséget a szakmai gyakorlat megszerzésére. Knyihár János munkáját dr. Pető Hajnalka főosztályvezető mentorként segíti. Bemutatja, hogy milyen tevékenység zajlik az osztályon, milyen ellenőrzések zajlanak, valamint azt, hogy milyen vizsgálatokat végeznek. Ennek a területi közigazgatási ösztöndíj programnak az a célja, hogy megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakmai utánpótlást biztosítson, és a fogyasztóvédelem úgy gondolom, hogy elég népszerű is ebben a körben, hiszen mindannyiunkat a mindennapokban érint a fogyasztóvédelem, vagy a fogyasztói társadalomnak részesei vagyunk, ezért lehet érdekes számunkra, vagy hát az ösztöndíjasok számára is maga a fogyasztóvédelem. A területi közigazgatási ösztöndíjprogram egy éves időtartamra szól, így 2017. januárjában ér majd véget. Az előrejelzések szerint jövő hét elején akár 15-17 fokig is emelkedhet a nappali hőmérséklet. A hirtelen jött felmelegedés a front igencsak megviselheti még egy egészséges ember szervezetét is. Ha tartósan marad a tavaszias meleg, akár a növények, a fák is kirügyezhetnek, ami szintén nem természetes ilyenkor februárban. Értem szerint itt visszakja, hogy vágjam, és innen kezd el hajtani. Hankó János éppen azt magyarázza, hogy milyen problémát okozhat például egy gyümölcsfánál, ha hamarabb kezdődik el a rügyfakadás, a korábban jött meleg miatt, és utána beköszönt ismét a téli hideg, amitől lefogynak a rügyek. Mi is óvaintünk mindenkit, hogy ne siessünk ki a kertbe, várjuk ki a megfelelő időpontot, nézzük az előrejelzéseket, és amikor már olyan időt fog mondani az előrejelzés, meg tapasztaljuk is, hogy itt az ideje a kerti munkáknak, akkor bátran kezdjünk neki. Országszerte is itt Békés megyében is erőteljes felmelegedés várható a következő néhány napban. Vasárnap még hideg front éri el hazánkat, hétfőn, kedden akár meleg rekordok is megdőlhetnek. Délnyugat irányból meleg levegő áramlik térségünkbe, és ezáltal melegszik a levegő is, tavasziasabbra fordul kissé az idő, és ezért mérhetünk majd Békés megyében is a keddi napon már 15 fok körüli hőmérsékleteket is. Az ilyen fokú időjárás változás sokan már jó előre megérzik, és rosszul léttel, panaszokkal keresik fel a rendelőket. A kórházi dolgozóknak, a sürgősségi osztálynak is sokkal több a dolga ilyenkor. Dr. Berkesi Erika elmondta, hogy ezek a frontok egyre szélsőségesebbek, és a hatásuk is sokkal erősebb, mint régen. A vérnyomás problémák fokozódnak elsősorban ilyenkor, de még egy fiatal, egészséges szervezetre is hatnak hormonálisan a szív- és érrendszerre.
Nagyjából, hogyha egy mondatban szeretném összefoglalni, hogy mit tehet tenni, akkor úgy mondhatnám, hogy egy egészséges életmódot folytatni, figyelni a bőséges folyadék fogyasztásra, aki magas vérnyomásos, az pontosan szedje be a gyógyszereket, mozogjon, ha vérnyomás kiugrása van, akkor eseti gyógyszerek vannak, amelyeket tud használni ahhoz, hogy normalizálódjon a vérnyomás. Fokozódhat az ingerlékenység és a reflexek is lassulhatnak, ezért ilyenkor fokozott figyelmet ajánl az orvos. Egyébként teljesen egyénfüggő az ilyen jellegű érzékenység, van, aki egyáltalán nem szenved tőle. A mai nappal zárul az Európai Méhnyaklák Megelőzési Hét. A Májva Virág Alapítványa méhnyaklákos nők gyógyulásáért és a megelőzését újra közös akcióra hívta a magyarországi településeket. A városokban egy-egy Májva Virág nagykövet a helyi szokásoknak, közösségi életnek megfelelően alakított ki programokat. Budapest mellett mintegy 60 település, köztük Békés Csaba is csatlakozott a felhíváshoz. A bevásárlóközpont aulájában csütörtök délután a szokásosnál nagyobb volt a nyüzsgés. A színpad előtti asztaloknál májva színű gyöngyöt fűztek a résztvevők. A kezdeményezés célja felhívni a lakosság figyelmét a méhnyaklák megelőzés jelentőségére. A kampány szimbóluma a májva virággyöngy, amely a HPV elleni védelmet jelképezi. Szeretnénk, hogyha a védőoltásokat és a szűréseket lehetne népszerűsíteni ezzel a rendezvénnyel, és mi már annak is örülnénk, hogyha a hölgyek többet beszélnének a saját egészségükről, többet beszélnének arról, hogy ők maguk mit tehetnek az egészségük érdekébe. Európában a méhnyakrák a második leggyakoribb daganatos megbetegedés a 45 éven aluli nők körében. Ezt a daganatos megbetegedést vírus okozza, és hát a fiatal korosztályú hölgyek, a 45 év alatti hölgyek daganatos megbetegedések következtében bekövetkező haláláért nagy számban ez a betegség tehető felelőssé. Maga a betegség már akkor is észlelhető, nagyon jól szűrhető, amikor még tünetei nincsenek. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy a szűrővizsgálattal lehetőség nyílik arra, hogy időben felismerjék a rák megelőző állapotot. Ezáltal megakadályozható a betegség kialakulása. A vizsgálat csupán néhány percet vesz igénybe. Fájdalommentes, viszont életet menthet. Ez volt már a Híradó, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találhatják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!